A november 13-ai szekszárdi időközi választás főpróbája zajlik a helyi polgármesteri hivatalban. A munkában résztvevő jegyzőkönyvvezetőket már most felkészítették a voksolás menetére és minden szóba jöhető eseményre. Vannak statiszták, akik bejönnek, mint szavazó, választópolgár, és akkor ők érvényes vagy érvénytelen okmányokkal jelentkeznek, és kitöltik a szavazólapot, majd ezt követően bedobják az urnába, és ez alapján kitöltik a jegyzőkönyvet, és a kollégáim ezt ellenőrzik, hogy ezeket megfelelő módon töltik-e ki, és megfelelő módon történik a jegyzőkönyvnek a számszerű összesítése. A választók reggel 6 és este 7 óra között a Babits Mihály Általános Iskolában, a Mérei utcai óvodában és a Bezerédi István Szakképző Iskolában adhatják le voksaikat. Egy választókerületben lesz a választás, 5 szavazókörön fogják megtartani a választást. Összesen a választókerületben pillanatnyilag úgy látjuk, hogy 2747 választópolgár szerepel, és ők szavazhatnak. Reggel 6-tól este 7-ig érkezhetnek a megszokott helységekbe. A választók csak akkor szavazhatnak vasárnap, ha érvényes személyi okmányt mutatnak fel.